Hogyan alakult Pécs költségvetése az idei első fél évben? Milyen bevételei és kiadásai voltak a Baranyai Megyeszékhely önkormányzatának? Az erről szóló beszámoló is szerepelt a Város Szakbizottságának csütörtöki ülésén. Elkészültek a számok, és azt látjuk, hogy takarékos gazdálkodást folytatott az önkormányzat, úgyhogy a kiadások azok a tervezethez képest alacsonyabb szinten teljesültek, a bevételek teljesülése viszont elég jó szintet mutat. A pécsi Fidesz képviselője szerint kiderül a tájékoztatóból, hogy a kormány segíti Pécset, nem pedig bünteti, mint ahogy azt a baloldal állítja. Péter Fiatilla, a polgármester úr, már 2019. októberre óta vívja ezt a sajátos szkander bajnokságot, ahol mindig a kormányzatra mutogat, és azzal haknézza körbe a helyi hozzákötődő médiumokat, hogy az állam apparátus meg akarja folytani a várost. Hát ez ma ismét bebizonyosodott, hiszen több mint 1 milliárd forint plusz állami támogatásról számolt be a pénzügyi és gazdasági főosztálynak a vezető. Ez egy újabb bizonyíték a képviselő szerint, hogy nem bünteti megvonással a kormány Pécset, sőt kiemelt kormányzati támogatást kap a város. Az önkormányzat költségvetésének első féléves alakulásáról szóló tájékoztató szeptember 20-án került tárgyalásra a képviselőtestület ülésén.